Magyarországi Ganoderma piaci szereplők elemzése, numero 4, negyedik rész. Van még egy cég, amelyiket Magyarországon is szintén be lehet szerezni. Úgy hívják, hogy Organogold. Volt már olyan, hogy egy Organogoldos hálózatépítő hozzáírta az én videómhoz, hogy hát egyébként az övék sokkal jobb, mint a DX-elé, amit én nem tudom, hogy mivel támaszt alá, és gondoltam, utána megyek ennek a dolognak. Beírtam azt, hogy organogold.com, és a vírusírtom letiltotta a weboldalt azzal, hogy malware-t tartalmaz. Ebből nem vonlok le nagyon messze menő következtetést, lehet ez tévedés is, teljesen mindegy, leállítottam a vírusírtót, rámentem a weboldalra, és rákerestem arra, hogy mit írnak ők a minőségről. És ezt fel kell, hogy olvassam, mert én egy ilyen szöveget nem tudok megtanulni kívülről. Ezt írták. Vannak azonban vállalatok, ja, bocsánat, az eleje az, hogy ők farönkön tenyésztik a gombát. Vannak azonban vállalatok, amelyek a Ganoderma gombákat műanyag tasakokban aratják le, ami így megakadályozza az értékes spórák szabad és hatékony terjedését. What the fuck? Mit akar ez jelenteni? Ez a mondat, erre a magyar tanárom azt mondta volna, hogy ez egy impotens nyelvi hulladék. Szegény apám meg azt mondta volna, hogy ha ezt a kutya megenné, biztos megvadulna tőle. Mi? Hogy kell ezt érteni, hogy zacskóba aratják le, tehát aratás előtt ráhúz egy nylon zacskót a gombára, és akkor úgy vágja le, jó, ezt értem, és utána rajta is hagyja a zacskót feldolgozás közben, hogy nehogy ki tudjon jönni a gombából bármi is. Miköze a spórák terjedésének a Ganodermából készült kivonat hatékonyságának? Ne adj Isten, hogy a spóra kijöjjön a gombából, mielőtt elkezdem feldolgozni, erről már beszéltünk, akkor a legértékesebb, ha már élet, de még a spórákat nem bocsájtotta ki. Azon kívül, amit még láttam az oldalukon, hogy ők a világ legnagyobb bioganoderma farmjával vannak szerződésben, és ők onnan vásárolják a gombát. Akkor a DX-enétől. Hiszen a világ bizonyította a legnagyobb ganoderma farmja a DX-ené. Baromira csodálkoznék, ha DX-en eladna ganodermát a konkurenciának. Hogyha valaki azt akarja bizonyítani, hogy az ő terméke jó minőségű, akkor soroljon fel olyan minőségi igazolásokat, mint a TGA, vagy a GMP, vagy az ISO 14001-es, amelyeket cégfüggetlen szervezetek, például a TGA-t azt az Ausztráliai Egészségügyi Minisztérium adja ki, a Lloyds pedig az ISO 14001-est. Na, ilyeneket kell felmutatni, nem ilyen bullshit dumát kiírni a weboldalra, hogy ha nylon zacskóba aratok le valamit, és akkor nem terjednek a spórák, meg a békák brekegnek, vagy nem tudom én, és azért nem jó a többi cégnek a ganodermája.